A Nagybányai Művészeti Liceum folyosóján Konyicska Renáta zongoraművészt ünneplik. A Budapesti Zeneakadémián végzett művész, Londonban a Royal Academy of Music-on mesterizett, most is ott folytatja a posztgraduális képzését. A történet 20 évvel ezelőtt itt Nagybányán kezdődött, Vajda Dóra délutáni művészeti magánovodájában. Te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Művésznő. Milyen művésznő? Zongora. Tanuljak szépen zongorázni, és hogy mutassanak a tévébe. Már háromszor, még nem vagyok elsőosztályos, és már háromszor írtak az újságba, mikor volt a koncertem, ezzel a kislányal, és mondták, hogy ez zenés áhítat lesz. Azt írta is, és Konyicska Renáta és Moldován Blanka, és én Konyicska Renáta, és azt mondta, olyan vicces volt, hogy még, hogy melyen Beethovent is énekeltünk, meg Schumann, meg Mozart, meg Menuett művét is. Azt mondta, és azt írta, hogy még művésznőnek is nehéz. Én most már tudom, hogy miért akarsz te művésznő lenni, mert ugye ez nagy sikerrel jár, mindenki tapsol neked. Hát igen. De azért csak kéne egy kicsit dolgozni, ugye még az ember művész lesz? Hát igen, kell sokat dolgozni, de dolgozok. Thank you.
azért mosolygok ezen most ennyire, mert visszaemlékszek arra az első interjúra, amikor azt mondtam, amikor azt kérdezték tőlem, hogy hát ugye tudom, hogy ezért nagyon sokat kell dolgozni. És akkor egy picit megálltam, és azt mondtam, hogy hát majd dolgozom. És ezt tényleg a mai napig tartom, ezt tartom a szavam. Tényleg nagyon sok munkával, nagyon sok feláldozással jár. Részemről is, a családom részéről is olyan nem igazán van, hogy nem nyúlok hangszerhez, nem nyúlok a zongorához egy nap. És ha mégis előfordul, az biztos, hogy lelkiismeret furdalást von maga után, és az biztos, hogy rögtön megérzem, tehát az izmaim már nem ugyanúgy reagálnak, mint amikor formában vannak. Úgyhogy igen, rengeteg munkával jár, de nagyon szeretem, és egyre jobban szeretem. És azért szeretem egyre jobban, mert egyre nagyobb az üzenetem, vagy egyre több mindenről tudok kommunikálni a zenén keresztül. Úgyhogy olyan műveket tudok elhozni, amelyek igazán mélyek és sokrétűek, és nem csak örömről, vagy nem csak bánatról, hanem ezeknek a mindenféle nüansznyi árnyalatairól szólnak. És ezekkel annyira érdemes foglalkozni, hogy egy élet ezekre a művekre nem elég.
In Memoriam volt a koncert címe, Renáta így emlékezett meg arról a szomorú eseményről, hogy 20 évvel ezelőtt elveszítette az édesapját. A koncert ötlete körülbelül egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, és akkor tudtam, hogy ez nagyon fontos számomra a személyes okok miatt, hogy erre a bizonyos kerek 20 éves évfordulóra egy különleges nagybányai koncertet állítsak össze, mert úgy éreztem, hogy 25 évesen készen állok erre, hogy egy olyan műsort hozzak el ide Nagybányára, amivel méltón tudok az ő emléke előtt tiszteletet adni, illetve nem is akartam ezt a koncertet nagyon szomorúra venni, és a gyászra tenni a hangsúlyt, hanem főleg egy az ő emlékének és az ő életének egy úgymond ünnepi eseményt akartam ezzel ma este ide varázsolni.
A nagybányai közönség előtt nem könnyű játszani. A nézőtéren ülnek a régi barátok, rokonok, és azok a zenetanárok, akik az elején elindították Renátát ezen a pályán. Sok-sok olyan emberrel is találkoztam az évek folyamán, akik segítettek, és nagyon érdekes, hogy volt pár olyan különleges találkozás, amelyek a legjobb pillanatban, a legjobbkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rá, akkor történt, és akkor léptek közbe az én érdekemben. És például ez a londoni tanulmány is úgy jöhetett létre, hiszen ez egy nagyon-nagyon költséges egyetem, és saját finanszírozásból ez elképzelhetetlen lett volna számomra. Viszont olyan ember szavazott bizalmat nekem, aki által egy ösztöndíjat kaptam, egy köztársasági ösztöndíjat, amely fedezte a tandíjamat. Úgyhogy a legnagyobb költséget, a legnagyobb terhet ezáltal levette a vállamról. Úgyhogy több olyan személyes, meg szakmai találkozás is volt már, és hogyha így visszagondolok, akkor nem is értem, hogy lehetek ennyire szerencsés, hogy ennyi ember áll mögöttem. Thank you.
Az biztos, hogy nagyon szeretem ezt csinálni, és örülök, hogy az egészségi állapotom, a kezem jól van, és ezt csinálhatom. Örülök, hogy egyelőre minden jel arra mutat, hogy van esélyem ezen a pályán, és hogy megvannak a megfelelő emberek körülöttem, akik segítenek. Ezt mindenképp hangsúlyozom, hogy ez egyáltalán nem csak az én munkám, meg nem csak az én erőfeszítésem, hanem családomé, a tanáromé, mentoraimé, és színpadon képzelem el a jövőmet, az a cél, az az álom, azért, mert úgy érzem, hogy van egyfajta vágy, egyfajta közlési vágy, és hogyha nem játszom egy-két hónapig, akkor már nagyon hiányzik a színpad, és nagyon hiányzik az ezzel járó izgalom, bizsergés, adrenalin, minden, ami ezzel jár. Úgyhogy az, hogy hol, az egy érdekes kérdés, pláne a mai világban, hiszen egyre többet utazom, és egyelőre ezt is nagyon élvezem. Hogy ez meddig marad így, azt nem tudom most megmondani. Egyelőre ez így most nagyon jó. A kitartó munka, a segítő család, a tehetség, a szerencsés találkozások mind hozzájárult ahhoz, hogy megvalósuljon mindaz, amit egyszer egy erdélyi városban egy kis óvodás megálmodott.